Ebben a kis filmünkben egy rövid történetet mesélünk el, ami december elején történt velünk a Csiki havasokban, és ne felejtsétek el, a magazinjainkat megtaláljátok az újságárusoknál, vagy meg is rendelhetitek kedvezménnyel. A Gyimesekbe, pontosabban Gyimes Felsőlokra tartottunk, ahol a Bagolyvár panzióba volt a szállásunk, miközben egy lovasra lettünk figyelmesek az út szélén, aki szőrén ülte meg a lovat, szóba elegyedtünk vele, majd elkísértük őt a szállására. Abban segítettünk a favágónak, hogy átvettük, átraktuk a kocsiba a hátizsákját, amibe volt kenyér és jó pár üveg csikisör, ami eléggé nyomta a vállát. Milyen messzire van? Egy fél óra. Fél óra így lóval? Igen. Ha, jó van, oké. Na jó az út. Jó. Hát mire a szépvízi víztározót megkerültük dél felől, addigra be is sötétedett. Itt a Csiki havasokban, és nem szívesen bóklásznék, hiszen itt nem csak medve van, hanem azért farkasok is jelentős számban élnek. Kint olyan mínusz 6 fok volt, és amint látjátok a felvételeken, egyre sötétebb és sötétebb lett, de ez a magányos lovas azért csak vágtázott előttünk tovább a Esztena, a tanya felé, ahol ugye várták már nem csak a kenyeret, nem csak őt, hanem a csikisört is, amit mi vittünk ugye a autóba utána. És megnézzük, hogy hol van a kaibájuk, és holnap eljövünk, majd lefilmezzük őket. Hát most este már ugye nincs annyi fény, de hát én sokan ugye mondják, vagy a székelyek is magukat nagyon tökös legénynek tartják. Hát nézzétek, én azt mondom, ez az ember is, halljátok itten tök egyedül, na, jön szembe forgalom. Na, itten szánkóznak is már. Nézzétek, gyereket húzzák a kocsi után. És nézzétek, a favágónk az hogy neki indult. Csak úgy vágtat a lovával itt a havas erdőbe. Úgyhogy innen megyünk tovább a Gyimesekbe, a Bagolyvár panzióba fogunk aludni, de előtte megnézzük ezt a jó embert, hogy hol dolgoznak. És hogy nézem, száguld vagy 40-nel a lovával, csak el ne essen, meg ne csúszanak a papkói. Csak úgy fújtat, szegény ló. Hát ez aztán felvétel, mi Dóri, nézzétek. Kabátjának Hyundai felirattal. Na. A hátizsákját bevettük a kocsiba, mert teli van sörrel, aztán jó nehéz. Oda nézd, csak úgy fújtataló, azt a netiki, de kár, hogy nem, lehet, nem adja vissza ez a felvétel az egészet. Igaz, Dóri? Aha. Hát most ráközelítettem kicsit. Igen? Ó, jó van. Pihenjen, szegény lovacska. Mert ugye az autó még addig megy, amíg üzemanyag van benne, még bírja a motorolaj, meg minden, addig megy. Na hát egy lónak azért kell pihennie. És hát itt a Csiki havasokba figyeljetek ebbe a... Hát most azt nézem, mínusz 6 fok van. Aki lovagolna egyet, az dobjon egy lájkot. Hát jövünk ki. Jövünk itt a Csiki havasokba. Itt a favágók azt mondták, hogy jöjjünk erre, csak erre. De halljátok, ez nagyon durva itten vaksötétben, tök ismeretlen úton. A nappal másabb lenne, de hát mindegy, most még olyannak ítélem az utat, hogy tudunk jönni. Meg annyira nincs is lehavazva. Hát az út minősége az hagy maga után kívánni valót. Reméljük, szerencsénk lesz. Na, ez most mi? Dóri itt. Pocsolya. Ja, itt ezen át is, ezen a pocsolyán patakon át is kell menni, télen, vaksötétbe. Baszak. Bassza meg, azt akkor. Ez bulis volt, Dóri. Ez beszakadt alattunk, de átjöttünk szerencsére. Ki hallod? Hát igen, van pár visszatérő barátunk, aki nem csak egy szimpla kirándulást
vár ugye tőlük, hanem ilyen kalandtúrát. Na most kellene itt lennetek velünk, halljátok. Ez azért durva, mi babám? Egy patakon átjövünk, az beszakad alattunk a jég. Baszt a begyár. És kis busszal vagyunk. De azt mondta ugye a favágó, hogy erre van az aszfaltos út. Nagyon bízom benne, mert visszafele nem tudom, hogy, át, hogy megyünk át még egyszer a patakon, amikor beszakadt már a jég alattunk. Úramisten! Jaj! Miután kétszer is sikeresen átkeltünk a félig meddig befagyott patakon, szerencsésen megérkeztünk a gyimesekbe, a Bagolyvár panzióba, ahol kényelmes szállás, bőséges vacsora, másnap pedig bőséges reggeli is várt minket. És természetesen egy jó üveg csikisör. Még mindig dolgoznak a favágók, és nem is akárhogyan, hanem lovakkal húzatják a fákat, a kivágott fát. Hát most elmegyünk, megnézzük az ő tanyájukat, a kaibájukat, ahol dolgoznak, és bízom benne, hogy sikerül szép és jó felvételeket készíteni arról, hogy hogy dolgozik össze az ember és az állat, azaz a ló, aki a legnagyobb, legjobb munkatársa az embereknek, meg a legjobb barátjuk is természetesen. Amint látjátok, hiába vagyunk Hargita megyébe, a Csiki medencébe is tartunk, a Csiki havasok mélyébe. Alig van hó, és ez is előrevetíti sajnos a klímaváltozás jeleit. Itt ez az időjárás ilyenkor szokatlan, itt már november közepén lehavazik, ami egészen március végéig kitart. Ki is érkeztünk a tanyára, éppen felszerszámozzák a lovat a favágók. Hogy hívják a lovat? Lovat, ugye? Bandinak hívják a lovat, megsimogathatom. Szép kis ló. Milyen idős ez a ló, Bandi? Hát, 6 éves. 6 éves? 6 éves. De szép, szép nagy ló. Milyen fajta? Hát, ilyen... Milyen fajta, Laci? Ez gyimesi hegyi ló. Igen. Lehet azt mondani. Mert maguk a gyimesekből jöttek, igaz? Igen. Na, és megyünk akkor fát húzatni. Igen. Volos!
Hát itt elképesztő az ember meg a lónak a munkájának az összhangja. Jaj, sávon! Sávő! Aszta neki! És mióta dolgozol az erdőn, Laci? Laci? A régecske, van olyan 6 éve. Szürítnye! 6 éve körülbelül? Szürítnye! És szereted ezt csinálni? Igen. De miért szereted ezt csinálni? Ebben nőttünk fel. Ebben nőttél fel? Honnan is? A Gyimesekből származol? Igen, Gyimesekből. Szürítnye. Aha, aha. Szürítnye! 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 És el tudod képzelni úgy az életed valamit, hogy másképp csinálj? Na, ezt szereted. Ezt szereted? Teljesen meglepődtünk, hogy András bátyámmal is itt találkozunk. Milyen idős maga András bátya? 59-ben születtem, 61 éves van. Hát magának már nyugdíjba kellene lennie. Hát még biztos volt 4-5 év. Még 4-5 év. 65 éves korában szoktak megadni mindig. Értem, értem. És maga szereti ezt csinálni? Én azt szeretem, mert nincs óra arra tűzve az ember, annyi dolgozik, majd akkor. És ha sokat dolgozik, sokat keres? Hát attól függ, hogy mennyi kömmetet tennünk össze. Értem. A micsodát? Kömmetet, a fa. Ugye ja, a fát, fát. Kömmetet. Maga a Gyimesekből származik? Gyimesekből. És onnan honnan? Hidegségből. Hidegségből. És Gyimesekben nem vágnak fát? Vagy... Vágnak, de itt jobban megfizeti, mint arra felé. Itt jobban megfizeti? Igen, igen. Majd. És a fával utána mi történik? Hova kerül ide? Viszik Gajtér, a Szevesre. Oda viszik. Sebesre viszik a... Sebesre. És akkor csinálják ezeket a faros lemezeket belőle, ezeket a OSB lapokat. Igen, deszkákat csinálom belőle. Értem. És az erdőn szeret lenni? Igen, friss levegő. Nem a gyárban, nem órára kell kálni. De hát a elég puritán körülmények közt van, nincsen tévé például. Hát nem programjuk, hazamegyünk, nézzük. Hazamegyünk, de előtte bekapcsolja. Már párszor. Azt szeretném kérdezni, hogy így, hogy dolgoznak az erdőn, medvével, farkassal szoktak találkozni? Nem igen találkozunk. Nem igen inkább talál. Éjjel szok járni. Éjjel? Az, hogy van kutyos az ember, még oda figyel, ugatnak, akkor kinéz, még kiáltva egyet. Értem, értem. És így farkas látott személyesen? Vagy én medvét? Igen, medvét és farkasot láttam. Medvét is. Igen. Említette, hogy pásztor volt 17 éven 17 át. Évet voltam. És volt gondja a farkassal, medvével? Igen, már fogott meg birkát, megölte, vagy tehént, vagy disznót vitte. Igen, igen. Lejött, ahol laknak Gyimesekbe a házhoz. Nem, is. Nem, havasokon volt az. Ez Naskalat. A... Naskalat fele. Tehát ott fönn a havasoknak. Sok farkas van erre? Mit gondol? Van, van elég. Van mi elég. A több? Farkas vagy medve? Medve több van. Medve több van? Több, igen? Több van. Értem. Jó van. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.